Kerub sorozat 21. előadás. Exorcizmus. A latin orcus szó alvilágot jelent. Átvitt értelemben az alvilág istenét a római mitológiában, aki azonos Plutóval. A latin ex prepozíció és igekötő jelentése ból, ből, ki, kifelé. Valakit vagy valamit ex orcizálni, annyi, mint kialvilágozni, ad vócem kibelezni csirkét, kimagozni cseresznyét, vagyis eltávolítani belőle az alvilági lényeket, kiűzni a démonokat. A rituale románumnak az exorcizmus tartalmazó, újonnan átdolgozva 1998-as évszámmal külön könyvként megjelent része pontosan ezt a címet viseli. De exorcismis et supplicationibus quibusdam. Az exorcizmusok és némely könyörgések. A némely könyörgések a démoni hatalmak elleni oltalom kérésére szolgáló bármely világi hívő által végezhető imádságot jelentenek, míg az exorcizmusok a megyés püspök engedélyével rendelkező áldozópapnak vannak fenntartva. A katolikus egyház katekizmusának 1673. pontja így tanít az exorcizmusról, idézet következik. Amikor az egyház nyilvánosan és hatalmat eljével Jézus Krisztus nevében kéri, hogy egy személy vagy egy tárgy védelmet élvezzen a gonosz erőivel szemben, és hatása alól mentesüljön, akkor exorcizmusról van szó. Jézus ezt gyakorolta, az egyház az exorcizálás feladatát és erre a hatalmat tőle, Jézus Krisztustól kapta. Az exorcizmus egyszerű formában jelen van a keresztelés szertartásában, az ünnepélyes másnéven nagy exorcizmust csak a püspök különleges engedélyével rendelkező pap végezheti. Óvatosan kell eljárni, valamennyi az egyház által felállított szabályt szigorúan megtartva. Ez még mindig idézett a katekizmusból. Az exorcizmus a démonok kiűzését, vagyis a démoni befolyástól való szabadítást célozza, és ezt Jézus lelki hatalmával teszi, amit ő az egyházra ruházott. Más a helyzet a betegségek, főként a pszichikai betegségek esetében, amikor is a gyógyítás az orvostudományra tartozik. Fontos tehát az exorcizmus végzése előtt megbizonyosodni arról, hogy valóban a gonosz jelenléte áll fönn, és nem egy betegségé. Itt zárul az idézet a katolikus egyház katekizmusából. Az ünnepélyes nagy exorcizmus tehát az, amit a rituáléban találunk, a De exorcismis, stb. Cím alatt. Az egyszerű kis exorcizmus, mint a katekizmus idézet említi, szerepel a keresztelési szertartásban, és pedig a keresztelés előtt, de szerepel már a katekumenátusban is, sőt, több további szentelmény elemeként is előfordul, vízszentelés, sószentelés. Mind az ünnepélyes, mind az egyszerű exorcizmus szentelmény, vagyis az egyház nyilvános, hivatalos imádsága. Az exorcisták egyházi rendje, amelyet VI. Pál pápa eltörölt, valamikor a keresztkerendők előkészítésében végzett szolgálatot, de már nagyon régóta nem volt önálló funkciója. Meg kell jegyezni, hogy az ünnepélyes exorcizmus 1998-ban megjelent új kiadását Don Gabriele Amort római exorcista hatástalannak tartja. Olyan fegyvert adtak a kezünkbe, amely nincs megtöltve, nyilatkozta. Mint hogy én magam nem vagyok exorcista, tapasztalat hiányában csak óvatosan tudok hozzászólni, de azt képtelenségnek tartom, hogy az egyház hivatalos imája, amelyet Jézus Krisztus nevében illetékes személy végez,
teljesen hatástalan legyen. Ez nem fér össze hitemmel. Azt el kell fogadnunk Amort atyától, hogy az új szöveg kevésbé hatékony, mint a régi. Minden esetre hiba volt, hogy a liturgikus reform során nem vették figyelembe az exorcisták tapasztalatait. Don Amort, aki kritikával szemléli a II. Vatikáni zsinatot követő liturgikus változásokat, emiatt szerv fölött elégedetlen volt, érthető tehát, ha bizalmatlanul kezelte az új változatot, és ez könnyen hozzájárulhatott ahhoz, hogy számára az új imádságok nem tűntek hatékonynak. Nem hitt bennük, így hát nem is használta. Remélhetőleg az egész kérdés nyugvó pontra fog jutni 16. Benedek pápa intézkedései nyomán, aki jelenleg gondosan készíti elő a liturgikus szövegek felülvizsgálatát, a reform reformját a római liturgiában. Addig is nyerhető azonban engedély a régi formula használatára, így Amort atya is folytathatja hatékony ördögűzéseit. Most lássuk az idevágó egyházi előírásokat. Az egyházi törvénykönyv 1172. kánonja a szorosan vett nagy exorcizmussal kapcsolatban a következőket mondja ki. Első paragrafus. Senki sem végezhet törvényesen ördögűzést megszállottakon, ha a helyi ordináriustól külön és kifejezett engedélyt nem kapott. Második paragrafus. Ezt az engedélyt a helyi ordinárius csak jámbor, tudós, józan és kifogástalan életű áldozó papnak adja meg. Idézet bezárva. A szertartáskönyv ehhez még hozzáteszi azt is, hogy a helyi ordináriusnak rendes körülmények között a megyés püspöknek kell lennie. Tehát nem mehetek a püspököt mellőzve a helynökhöz. Mindezek után tegyük fel a kérdést, lehetséges-e exorcizmus magánima keretében is? Ha egy hívő közgazdász vagy bőrdíszműves démoni támadást tapasztal, megmondhatja Jézus nevében az ördögnek, hogy hagyja békén, hogy előbb el kell mennie a plébániára, hogy a pap folyamodjék a megyés püspök engedélyéért. Ha egy gyóntató démoni befolyást észlel gyónóján, segíthet-e rajta azonnal, vagy előbb kérvényt kell írnia az ordináriusnak? Kérdéseim fogalmazása sejteti a választ, de ez a válasz nem problémamentes. A magán exorcizmussal, amit célszerűbb inkább szabadító imának nevezni, részletesebben kell foglalkoznunk. Egy osztrák hölgy azzal a talasszal fordult Szegi Ernő atyához, hogy folytonos démoni jelenések gyötrik. Éjjel, de teljesen ébren, néha egy, máskor egész csapat félelmetes lényt lát szobájában. Idézem Szegi Ernő könyvét, a legfantasztikusabb emberi és állati torz alakok vonulnak el ilyenkor előtte, vérben forgó, dühös, fenyegető szemekkel, vagy pedig gúnyos arckifejezéssel, mintha csak azt mondanák, a miénk vagy nem szabadulsz ki karmaink közül. Ilyenkor kénytelen a lámpát felgyújtani, mire ezek az alakok lassan széjjel foszladoznak, de mihelyt újra eloltja, megint megjelennek. Így kínozzák és zavarják az álmát, néha egy fél, néha egy egész óra hosszat, idézett bezárva. Ernő atya tanácsa az volt, hogy cseppet se féljen, mert a sátán nem tud neki ártani. Ne vessen a szemébe bátran. Ne szerezzük meg azt az örömet az ellenségnek, hogy idegbajt kapunk tőle. Az ilyen tünetek, ha nem is gyakoriak, másoknál is előfordulnak, és inkább jót jelentenek, sokkal jobban a sátán haragszik rád, mint ha meg volna veled elégedve. Idézem újból Ernő atyát, Szent Terézia anyánk ilyen esetekben a szentelt vizet ajánlja, de megjegyzi, hogy a jelenés irányában vagy szükség esetén körös körül kell hinteni. Hát ez nem mindig lehetséges, mert hiszen ha a jelenés minden oldalról közeledik, nagyon sok szentelt vízre volna szükség.
Nem mondom tehát, hogy ne használja az ember, de én úgy tudom, hogy az egyetlen igazán célszerű eljárás a hideg, megvető, semmibe vevő magatartás. Néha az is használ, hogy az ember az édes Jézus nevében erélyesen ráparancsol az ördögre, hogy takarodjék. Ez még mindig az idézet Szegi Ernőtől, akinél a dolog nem elmebajon alapul, annál az egésznek nincs több jelentősége, mint nyári éjjel a szobába bejutott szúnyogok zümmögésének, melyek zavarják az alvást. Sőt, még annyi sem, mert hiszen az ördög még csak csípni sem tud. Idézetbe zárva. Tudjuk, és Ernő atya is nagyon jól tudta, hogy a démonok voltak éppen tudnak csípni, azaz fizikailag bántalmazni. Mivel azonban ezt Isten a legtöbb ember esetében nem engedi meg, fölöslegesnek tartotta olvasóit ezzel a lehetőséggel ijeszgetni. Figyelemre méltó továbbá ez a kitétel, de én úgy tudom. Nem mondja, honnan tudja, de majdnem biztosra vehetjük, hogy az én úgy tudom kifejezés helyett ez is állhatna saját személyes tapasztalatom szerint. Szerénységből, a szenzáció kerüléséből táplálkozik az óvatosabb fogalmazás. Szegi Ernő atya tehát a démonok megvetését ajánlja. Emlékezzünk rá, hogy ugyanez volt Vianney Szent János eljárása is a démoni zaklatással szemben. Szent Atanász pedig, Remete Szent Antal életrajzában így ír. Mindent elkövetnek, beszélnek, zavarognak, színlelnek, nyüzsögnek az egyszerűek megtévesztésére, zajcsapnak, tapsolnak, esztelenül nevetnek, sziszegnek. De ha valaki rájuk se hederít, már sírnak és panaszkodnak, mint vesztesek. Idáig az idézet. A rájuk sem hederítés természetesen nem zárja ki, hogy a zaklatás közben zsoltárokat vagy más oltalomkérő imákat mondjunk, utóbbira a De Exorcismus is bőven hoz példát. A két további lehetőség, a szentelt vízszintése és a Jézus nevében való parancsolás a démonnak. Előbbi azt jelenti, hogy azt az exorcizmust, amely az egyház imájában a vízszenteléskor elhangzott, alkalmazzuk a jelenlévő démonokra. Tehát ők nagyon félnek. Érdekes Avilai Szent Teréznek a szentelt vízszintés irányára vonatkozó kikötése. Az angyalok és démonok, mint láttuk, működésükben kapcsolatban állnak a térrel. A démonnak saját szavainkkal való parancsolás, ha azt olyankor tesszük, amikor egymagunkban vagyunk, magánima, meg akkor is, ha mások jelenlétében ugyan, de teljesen hangtalanul magunkban tesszük. Nem azonos az exorcizmus szentelményével. Az exorcizmusra vonatkozó jogi korlátozások nem érintik. Általános erkölcsi elv, hogy a megszorító törvényeket szűken kell értelmezni. Odiosa restringuntur. Nyugodtan élhetünk ezzel az eszközzel, magam is bőségesen használom. Ez ugyancsak magánvéleményem, amelyet készséggel vetek alá az egyház megítélésének, vagy további rendelkezéseinek, de hasonlóan vélekedik például Nolvin klasszikus erkölcstana is. Tartsuk azonban szemünk előtt Ernő atya figyelmeztetését, hogy a démonnak való parancsolás csak néha használ. Más esetekben Isten azt akarja, hogy türelmesen elviseljük a zaklatást. Gondoljunk Vianney Szent Jánosra, vagy Remete Szent Antalra. Hivatalos exorcizmus szöveget ne használjunk magánimaként. 13. Leó pápa 1890-ben kiadott kis exorcizmusát minden hívőnek joga volt alkalmazni. Ezt az engedélyt azonban voltak éppen már az 1917-es kánonjogi kódex burkoltan visszavonta. A hittani kongregáció pedig 1985-ben kifejezetten kimondta, hogy a világi hívek már nem használhatják sem egészben, sem részben. A korlátozások okait később még elemeznünk kell, de a fontos az, hogy az egyház intézkedéseit
feltétlen engedelmességgel fogadjuk. Emlékszem Don Amort egy cikkére, amelyben úgy vélekedik, hogy a kis exorcizmus egyedül való végzése, szorosan véve még nem volna a rendelkezés megszegése, de azt ajánlja, mégse tegyük, nehogy az engedetlenség látszatába kerüljünk. Ez a helyes katolikus szellem, nem a kiskapuk keresése. Fontos azonban tudni, hogy a Leóféle kis exorcizmus nem azonos a korábban a szentmiséghez csatolt úgynevezett Leó imákkal. Azok minden további nélkül végezhetők, bárki által ma is. Ezek közé tartozik a következő imádság: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Ezt az imádságot az egyház nem csak hogy nem tiltja, hanem kifejezetten ajánlja a világi hívek számára felsorolt könyörgések között. Ha azonban mások füle hallatára olyan imát végzünk, amely parancsol a démonoknak, fönnáll az exorcizmus végzésének jogi szituációja. Pusztán azzal, hogy saját szavainkkal imádkozunk, ezt a szituációt nem szüntethetjük meg. Itt figyelnünk kell a jogi megkötésekre, de attól nem kell tartanunk, hogy a katolikus egyház kiveszi a hívők kezéből a szellemi harc fegyvereit. Csak azokat a fegyvereket őrzi biztonsági zár alatt, amelyek veszélyes láncreakciókat indíthatnak el, mint az atomhatalmak nukleáris eszközei. Látni fogjuk ennek indokait, de látni fogjuk azt is, hogy elegendő fegyver van a kezünkben azonnali használatra, ha a sötétség hatalmai támadnak. Egyik ezek közül éppen az egyházi előjáróinknak való készséges engedelmesség. A pünkös mozgalomban az exorcizmus gyakorlata intenzíven felélett. Magam is több példát idéztem, amikor protestáns testvérek eredményesen üztek démonokat. Ők természetesen nem tartják magukat a katolikus előírásokhoz, ez a magatartásuk teljesen tiszta és jóhiszemű, nincs mit botránkoznunk rajta, és nem szabad csodálkoznunk azon, hogy Isten lelke hatalommal működik hitükön és szabadító imáikon keresztül. Éppen ezért az idevágó beszámolók hitelességét általánosságban vélelmezni lehet, ahogy azt cselekszem is. A katolikus karizmatikus megújulásban sokan átvették a démonűzés protestáns gyakorlatát, anélkül, hogy eszükbe jutott volna föltenni a kérdést, vajon nem ütközik-e ez egyházi tilalomba. Úgy vélték pusztán azzal, hogy nem a rituáléban előírt exorcizáló formulákat használjuk, feljogosítva érezhetjük magunkat, hogy ugyanazt tegyük engedély nélkül. Egy darabig magam is elfogadtam ezt a teóriát, de amikor olvastam a hittani kongregációnak 1985. szeptember 29-i dátummal a megyés püspökökhöz írt levelét, be kellett látnom, hogy nem tartható. A levél a karizmatikus csoportok szabadító imádságainak elterjedésére, az ezekkel kapcsolatos kérdésekre való hivatalos egyházi reakció. A következőket mondja, hosszú idézet következik: néhány év óta egyre több ima összejövetelt szerveznek az egyházi csoportok, azzal a céllal, hogy elérjék egyes személyek megszabadulását a gonosz szellem befolyásától, bár ezek nem nevezhetők tényleges exorcizmusoknak. Az összejöveteleket világi hívek vezetik, olykor papok is jelen vannak rajtuk, mivel a hittani kongregációtól többen megkérdezték, hogy mit gondoljanak ezekről a dolgokról, valamennyi megyés püspökhöz eljuttatjuk válaszainkat. Első.
az egyházi törvénykönyv 1172. kánonja megállapítja, hogy senki sem végezhet törvényesen exorcizmust megszállott személyeken, ha nem kapott erre külön és kifejezett megbízatást a helyi püspöktől. Első paragrafus. És azt is kijelenti, hogy ezt a megbízatást a megyés püspök kizárólag olyan papnak adhatja, aki jámbor, elővigyázatos és becsületes életvitelű. Második paragrafus. Ezért a püspöket nyomatékosan felszólítjuk ezeknek az előírásoknak a szigorú megtartására. Folytatom a levél idézését. Második pont. Ezekből az előírásokból az is következik, hogy a világi hívek nem használhatják sem részben, sem teljes egészében azt a sátán és a lázadó angyalok elleni ördögűző imádságot, amely 13. Leó pápa rendelkezéséből általános használatú lett. A püspökök gondoskodjanak arról, hogy a hívek megismerjék ezt a rendelkezést, ha ez szükséges. Harmadik pont, végezetül ugyanezen okból kérjük a püspököket, örködjenek azon, hogy nem csak a tényleges megszállottság esetében, hanem minden olyan esetben is, amikor démoni befolyás látszik megnyilvánulni, ne vezethessenek összejöveteleket olyan személyek, akiknek nincsen erre szabályos felhatalmazásuk. Ha ezek során valakinek a megszabadulásáért imádkoznak, közvetlenül a démonokhoz fordulva és nevüket tudakolva. Még mindig a levél szövegét folytatom. Ezeknek az útmutatásoknak a felidézése ugyanakkor ne riassza el a híveket attól, hogy imádkozzanak úgy, ahogy Jézus tanított minket, azért, hogy megszabaduljunk a kísértéstől. A lelkipásztorok felhasználhatják ezt az alkalmat arra is, hogy hirdessék, mi az egyház hagyományos tanítása a szentségekkel, a szűzanya, a szentek és az angyalok közbenjárásával kapcsolatban, azon a lelki küzdelmen belül is, amelyet a keresztények a gonosz szellemek ellen folytatnak. Itt zárul az idézet, egész idáig a hittani kongregációnak az egyház püspökeihez írt levelét olvastam, amely 1985-ben kelt, és nem mint Amortatya könyvének magyar kiadásában tévesen áll 1989-ben. Tehát 85 a helyes dátum. A lényeget témánkban a harmadik pont jelenti, kellő meghatalmazás nélkül azok a közösségi imák tilosak, amelyekben valakinek a megszabadulásáért imádkoznak, közvetlenül a démonokhoz fordulva, nem egyszer éppenséggel nevüket tudakolva. Ezzel meg van határozva, mikor vonatkozik az exorcizmust illető jogi korlátozás a karizmatikus szabadító imára. Akkor, ha a szabadító ima személy megszabadításáért folyik, és nem csupán Istenhez intézett kérő ima, hanem magukat, a démonokat szólítja meg. Tilos tehát meghatalmazás nélkül így imádkozni Félixért. Gonosz lélek, Jézus nevében távozz el Félixtől. Szabad viszont minden meghatalmazás nélkül így imádkozni Félixért. Istenem, Jézus nevében távozzon el a gonosz lélek Félixtől. Márpedig ez ugyanolyan hatékony. A szabadító erő nem az ige ragozás függvénye. Ez a fegyver mindig keze ügyében van minden hívőnek. Kovács Gábort hallották.